9 trükk, amivel motiválhatod magadat. Unod már a lustaságot, és hogy semmit nem értél el az életedben? Szükséged van egy kis biztatásra? Hamar elveszíted az érdeklődéseted, miután belekezdtél valamibe? Ha megoldást szeretnél ezekre a problémákra, és egy kis motivációra van szükséged, akkor jó helyen jársz. Ma 9 olyan trükköt osztok meg veled, amelyekből motivációt meríthetsz a céljaid eléréséhez. Zig Ziglar szerint: az emberek gyakran mondják, hogy a motiváció nem tart sokáig. Nos, a fürdés sem. Ezért javasolt naponta időt szakítani rá. Vágjunk is bele! Első trükk: pozitív belső hang. Előfordult már, hogy magadban beszélgettél? Akkor ez vagy lerombolta, vagy épp ellenkezőleg megerősítette a motivációdat. Bárhogy is áll a dolog, több kutatás is kimutatta a pozitív önbeszélgetés, vagy a bátorító jellegű szavak remek hatását. Ha rossz kedved van, vagy nincs elég motivációd, és úgy tűnik, hogy körülötted szétesnek a dolgok, néhány pozitív szóból azonnal motivációt meríthetsz. Ezt az önbeszélgetési vagy önmegerősítési technikát leginkább sportolók használják a versenyekre való felkészülés során. Ha tehát nincs elég motivációd, ismételgesd te is a következő biztató megerősítéseket. Meg tudom csinálni. Képes vagyok rá. Semmi nem tudja megingatni az önbizalmamat. Második trükk: jutalmazd meg magadat. A jutalmazás növeli a munka hatékonyságát és a motivációt. Itt nem csak arról van szó, hogy magunkkal szemben elismerjük egy cél teljesítését, hanem arról, hogy ez a módszer megváltoztatja az agyunk működését és motiváltabbá tehet. Előfordult már, hogy megjutalmaztad magad? Úgy értem, hogy meglepted már magadat valamilyen ajándékkal. Ha nem, akkor bizony eddig kimaradt egy fontos motivációs trükk az életedből. Legközelebb, ha elérsz valamilyen figyelemre méltó, személyes célt, ajándékozd meg magad. Az agyad a teljesítményt össze fogja kapcsolni a jutalommal, és így, amikor legközelebb is el szeretnél érni valamit, akkor már motiváltabban fogsz nekilátni a feladatnak. Harmadik trükk: emlékezz a céljaidra. A legfontosabb ösztönző komponens, amelyet eddig lehet, hogy te is figyelmen kívül hagytál, nem más, mint a cselekedeteink oka és célja. Tehát, hogy miért fogtál bele valamibe, és miért is szeretnéd teljesíteni. Több kutatás is kimutatta, hogy az életcéloknak pozitív hatásuk van a motivációra és a jólétre. Ron Siegel, harvardi pszichológus azt javasolja, hogy állíts össze egy listát az összes olyan célról, amelyet szeretnél elérni. A jövőbeli előnyök felidézése motiválóan fog hatni, mert izgalmasabbá teszi a munkát. Például, ha pénzt akarsz keresni, de nem érzel magadban elég lelkesedést a munkához, akkor tedd fel magadnak a kérdést, hogy tulajdonképpen miért is akarsz pénzt keresni. Ez bármi lehet. Egy luxusautó, vagy hogy feleségül szeretnéd venni álmaid nőjét, stb. Tehát, ha nincs kellő motivációd, próbálj meg rájönni az okokra, hogy miért kezdted el az adott dolgot, és meglátod, egyből visszatér a lelkesedésed. Negyedik trükk: tűzd ki életcélokat. Hogyan is tudnál úgy felmászni egy fára, vagy kedvet érezni a dologhoz, ha nem tudod, hogy melyik fára kell felmásznod? Ha szeretnél megmászni egy hegyet, és valaki azt mondja, hogy na induljunk is, akkor vajon mennyire lesz motivált? Még rá gondolni is rossz. És ha ez az illető azt kéri, hogy csak másfél métert tegyél meg naponta, akkor vajon hogyan fogsz reagálni? Azt fogod mondani: oké, nem nagy cucc, indulok is. És ez mindenre vonatkozik, amit el akarsz érni az életben. Tehát a célkitűzések kedvezően hatnak a teljesítményünkre. Viszont ha nagy életcélokat tűzöl ki, azokat oszd fel kisebbekre. Azonnal érezni fogod magadban a motivációt, hogy lépésről lépésre valósítsd meg a feladatokat, és így egyre közelebb jutsz a végcélodhoz. Ötödik trükk: ne hagyd, hogy bármi elterelje a figyelmedet.
Egy Kaspersky kutatás kimutatta, hogy az okostelefonok puszta jelenléte is 26%-kal csökkenti a munka hatékonyságát. Kapcsolt ki tehát a telefon értesítéseit, hogy összpontosítani tudja feladatra. A hatékonyságot tovább fokozhatod olyan szoftverekkel, mint a Cold Turkey, amely minden zavaró alkalmazást vagy weboldalt blokkol a számítógépen vagy az okostelefonon. Ha túlságosan is belemerülsz az okostelefonodba vagy a számítógépedbe, a nyugalmad érdekében kapcsold ki vagy némítsd le ezeket a kütyüket. Meglátod, jobban fog menni az összpontosítás és az adott feladat elvégzéséhez szükséges motivációd is emelkedni fog. Hatodik trükk. Állíts be egy időzítőt. Motiválóan hathat az is, ha beállítasz egy időzítőt, mert így arra kényszeríted magadat, hogy csak egy meghatározott ideig dolgozzál, majd utána beiktassál egy szünetet. Ez ugyanakkor az elvégzendő munka mennyiségét is jól körülhatárolja, és elérhető közelségbe hozza a rövid kikapcsolódást. Érdekes, nem? Mert mire vágyik az ember, ha nagyon elfoglalt és fáradt? Természetesen egy kis szünetre, így ez az időmérő módszer arra fog ösztönözni, hogy keményen dolgozzál, majd kiélvezd a megérdemelt pihenést. A tanulmányok egyébként azt mutatják, hogy a munka és a szünet ideális aránya 52 perc munkavégzés és 17 perc szünet, de elképzelhető, hogy a saját ütemtervedet neked kell kialakítanod. Hetedik trükk. Tegyél egy sétát. Ha nem vagy elég motivált és kettelen vagy, jól jöhet egy kisebb séta. A motiváció aktivációs elmélete abból indul ki, hogy az emberek viselkedése a neurológiai aktivitás egyensúly hiányának korrigálására irányul. Azaz, ha túlmotiváltak vagy alulmotiváltak vagyunk, tudatalatt úgy cselekszünk, hogy visszakerüljünk a megfelelő agyi aktivációs szintre. Ha például az izgalmi szintünk túl alacsony, célszerű sétálnunk vagy kocognunk egyet. Ha szomorúnak vagy csalódottnak érzed magadat, próbálj meg kikerülni az adott helyzetből. Menj ki az irodából a szabad levegőre egy rövid sétára, vagy menj oda beszélgetni a kollégádhoz, esetleg csak időzel egy kicsit a fürdőszobában. 8. trükk. Pozitív jövőkép. A Victor H. Vroom által kifejlesztett motivációs várakozási elmélet lényege, hogy fogalmazzunk meg különféle elvárásokat a jövővel kapcsolatban, tehát próbáljuk megjósolni, hogy mi fog történni. Ha úgy látjuk, hogy egy kedvező forgatókönyvnek nagyobb a valószínűsége, akkor hinni fogunk abban, hogy ez a lehetőség valósággá válhat. Így az emberek nagyobb késztetést éreznek magukban, hogy megcélozzák a lehetségesnek vélt eredményeket, azaz nőni fog a motivációs szintjük és a munkájukat a jobb lehetőség reményében fogják végezni. Számos kutatás működőképesnek találta az elméletet és megerősítette annak hatékonyságát. Ha tehát kedvező jövőbeli eredményekre számítasz, akkor ez növelheti a teljesítéséhez szükséges motivációs szintedet. 9. trükk. Tekints vissza. Végül, de nem utolsó sorban. Lehet, hogy úgy érzed, nem vagy képes semmire, és még nem értél el semmilyen komoly eredményt. Hidd el, nem vagy egyedül, sok vállalkozó ismeri ezt az érzést. Dan Sullivan The Gap and the Gain című könyvében ír arról, hogy egyes sikeres vállalkozók képtelenek helyesen felmérni az elért eredményeiket, és mindig a folyamatosan változó céljaik megvalósítására törekszenek. Amikor 1 millió dollárt keresnek, akkor az lebeg a szemük előtt, hogy 2 milliójuk legyen, és amikor ezt is elérték, akkor sem elégedettek. Így elveszítik a motivációjukat, és valószínűleg veled is ugyanez a helyzet. Tehát, ha úgy érzed, hogy nincs meg a kellő motivációd, tekints vissza a korábbi sikereidre, és rá fogsz jönni, hogy milyen sok mindent elértél már. Ez segít tovább lépni, és nem amiatt fogsz keseregni, hogy nincs meg a kellő motivációd a következő kihíváshoz. Remélem, ma is tanultál valamit. Ha igen, akkor iratkozz fel, és kövesd a hasznos videókat hétről hétre. Ha pedig még nem tetted, töltsd le a videó leírásából a kedvenc 10+1 módszerünket, amivel gyorsabban tanulhatsz, mint korábban bármikor. Csak így tovább, fejleszd magad minden nap!